A fejlesztés az alábbi projekteket tartalmazza: a Tisza-tó védelmi rendszerének rekonstrukciója, Martfű Tisza balparti töltés áthelyezése, a Hortobágy-Berettyó balparti árvédelmi töltés helyzeti állékonyságának javítása 13 kilométeren. Az elmúlt pár száz esztendőben, mióta lecsapolták a mocsarakat, szabályozták a folyókat, minden évben foglalkozni kell folyóinkkal, gátjainkkal, tehát a vízügyjel. És akik itt ülnek, fiatal és még fiatalabb szakemberek, azok majd amikor nyugdíjba mennek, akkor is olyanoknak adják át a munkát, akik folytatni fogják az elődök munkájának karbantartását és új beavatkozásokat. És jó látni azt, hogy vannak rá szakemberek, és vannak források is. Most egy kicsit furcsa, mert az emberi emlékezet aránylag rövid. És néztük a hatalmas árvizet, ami eszünkbe jutotta, hogy tényleg milyen is a Tisza folyó. Tavaly évben rekord aszály volt, és el is felejtettük azt, hogy van nagyon sok víz is. És ha eszünkbe jut, hogy amikor volt a jeges ár, amikor Tisza csegéről megérkezett a komp Tisza derzsre, elfelejtjük a folyó szeszélyességét. És jó az, hogyha olyan beavatkozások történnek, amelyek műszakilag, szakmailag meg vannak alapozva. Hiszen nem véletlen az, hogy a magyar vízügyi műszaki ágazat világra szóló. Én, hogyha sikerül állami delegációval valóban külföldre menni, akkor mindig ajánlják a vízügyi szakembereinket. Hiszen a vízügyi szakembereink Európába, Ázsiába, a világ minden részén megállják a helyüket. És látjuk azt, hogy legjobb az, hogy itt állják meg a helyüket. És hát több ilyen projekt zárón vettem részt, legtöbbször Kiskörén. Ott voltak a Kötikövízignek a projekt zárói, és jó azt látni, hogy folyamatos munka folyik. Mert persze van aszály, azt is kell kezelni. A tavalyi évben Szolnok vízpótlását szerencsére a Tisza-tóból tudtuk pótolni, ami persze Szolnoknak jó volt, a tiszatavi turizmusnak kevésbé. De ne felejtsük el, hogy a Tisza nem csak a turizmusra van, főleg nem csak a turizmusra, hanem éltető folyó, mezőgazdaság öntözővizét biztosítja, és szeszélyes folyó is. Egyszer sok, egyszer kevés. A Tisza folyó balparti töltéskorona helyzeti állékonyságának javítása 37 kilométeren, a Hernád folyó műtárgyainak rekonstrukciója. A Kötivizék területén Martfűnél a Tisza balparti töltésének áthelyezése szükséges mintegy 800 méter hosszan, miután folyó veszélyesen megközelítette a töltéstáblát. A Tisza-tó védelmi rendszerének rekonstrukciója keretében a hullámverés elleni kőművek helyreállítása összesen 1593 méter hosszban, pótlása pedig 2260 méter hosszban történik meg. Ezen kívül megújulnak a Kis-Tisza és a négyes számú szabályozó műtárgyak. Magyar vízügyi szakemberek munkája olyan országokban, ahol még esetleg nem fejlődött ki eléggé a vízgazdálkodás, az ivóvíz képítése, az ivóvízellátás képítése, ott bizony a magyar szakembereknek a munkáját kivisszük, segítünk, és világhírű elmondhatjuk. Úgyhogy én Tiszafüred nevében is, de az egész önkormányzati szféra nevében is köszönettel tartozom a vízügy munkájáért. És hogy képviselő úr is fogalmazott, itt bizony észnél kell lenni. Azért az elmúlt években nem csak a járvány vagy a háború nehezítette a dolgunkat, hanem az időjárási viszontagságok is. Egy olyan világban élünk, amikor fel kell készülni arra, hogy különböző szélsőséges időjárási tényezők az életünkbe beleszólhatnak, az önkormányzatok vagy akár a intézmények működésébe. Tiszafüredre is az elmúlt hetekben nem egyszer csapott le olyan szintű vihar, de nem állok el újat, akár a többi település is felhozhatná példának. Az idei év bővelkedik vizekben, árvizek vannak, a tavalyi év szűkölködött vizekben aszály volt, tehát itt a szakembereknek nagyon észnél kell lenni. A beruházás finanszírozása a COVID-19 világjárványra adott uniós válasz részeként történik.